Békétlen béke címmel tartottak zenés irodalmi estet a Cifra György Kulturális Központban június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján. Ez egy olyan mágikusan tragikus eseménye a magyar történelemnek, hogy nem véletlen, hogy a legnagyobbjainkat is megérintette, és a ma este elhangzó költők között ilyen nevek lesznek, mint Babits Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Ady Endre, hogy csak négyet említsek. Megérintette őket, de hát persze nem csak őket, hanem minden magyar embert. Úgy el tudom képzelni, hogy milyen hangulat lehetett akkor ennek a szerződésnek az aláírása után az országban. De hát ugye az értékek, azok megmaradnak, a szellemi értékek, a művészi értékek, és 92 négyzetkilométeren is megpróbálunk azóta is letenni valamit az asztalra a legkülönbözőbb műfajokban. És mivel a magyar egy igen tehetséges nép, van virtusa, van akarata, van szelleme, nagyon remélem, hogy ez a jövőben is így lesz. Nekünk, magyaroknak a trianoni békeszerződés aláírásának napja, nemzetünk történelmének legigazságtalanabb és legszomorúbb pillanata. Az első világháborút lezáró trianoni diktátumot 101 évvel ezelőtt látták el kézjegyükkel a tárgyaló delegációk. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Nemzetünk sok történelmi próbatétel során bizonyította, hogy legyőzhetetlenek vagyunk. Képesek vagyunk megerősödve és győztesen kikerülni még a vesztes csatákból is. Magyarország több mint 1000 éves történelme során dicsőséges és tragikus korszakok sorozatát élte át. A trianoni diktátum jogi határokkal szakított el egymástól magyar közösségeket, és Magyarország elvesztette területe kétharmadát. De a magyar nemzet mégis megmaradt, mert területeket elvenni könnyű, de hazáját szerető nemzetet eltörölni lehetetlen. Sok nagy és erős nép tűnt már el a történelem színpadáról, de a miénk mindig fennmaradt, mert kitartó volt, mert hitt Istenben, mert hitt saját magában. A próbatételek sora azonban nem fejeződött be. Ezért továbbra is össze kell tartanunk. Szolgáljanak ehhez iránymutatásul Vas Albert szavai. Trianon árnyékában élve feledjünk el minden személyi sérelmet, pártoskodást. És nyújtsunk testvérkezet mindenkinek, aki szívében és szándékában magyar még. Még akkor is, ha nézeteink sok mindenben nem egyeznek. Lukács Sándor Kossuth és Jászai Mari díjas, érdemes és kiváló színművész, több verset is elszavalt a zenés irodalmi esten. Ady Endre, Gog és Magog. Gog és Magog fia vagyok én. Hiába döngetek kaput, falat. Mégis megkérdem tőletek. Szabad-e sírni a Kárpátok alatt? Verecke híres útján jöttem én, fülembe még ős magyar dalrival. Szabad-e dévénynél betörnöm új időknek, új dalaival? Fülembe forró olmot öntsetek. Legyek az új, az énekes vazul. Ne halljam az élet új dalait, tiporjatok reám, durván, gazul!
De addig sírva, kínban, mit se várva, mégiscsak száll új szárnyakon a dal. S ha elátkozza százszor puszta szer, mégis győztes, mégis új és magyar. Az esten közreműködtek Udvarnoki Boglárka és Udvarhelyi Gergely énekművészek.